Az élővizek fontosságára és védelmére hívja fel a figyelmet már több mint 10 éve a WWF Nemzetközi Természetvédő Szervezet az édesvizek ünnepén. Ez a nap az Európa Amazonasként is számon tartott Mura-Dráva-Duna határokon átnyúló bioszféra rezervátum emléknapja is egyben. Idén több mint 100 európai, ezek között 16 magyar település csatlakozott a mozgalomhoz, melynek keretében egyszerre csobbantak vízbe a résztvevők. A WWF Magyarország felhívására 8 megyéből csatlakoztak települések. A Dunakanyarból Zebegény, Nagymaros, Dunabogdány, Kisoroszi, Sződliget és Vác vett részt a közös vízbefutáson. Az előző évhez hasonlóan az esemény hazai központi helyszíne idén is Dunabogdány volt, ahová kerékpártúra indult délelőtt a fővárosból. A rendezvényt számos programmal színesítették a települések. Dunabogdányban a Schwab zenekar gondoskodott a jó hangulatról, de volt még strandlöplabda verseny és a vizes játékok mellett kalandpark, egy óriás csúszda, valamint egy újrahasznosítással ötvözött kreatív sarok várta a strandolókat. Kisorosziban 1 órakor kezdődtek a nagyugrással kapcsolatos programok. Ott többek között sorversenyekkel, élőcsocsóval, strandröplabdával, patkódobással, óriás kidobóval, valamint rajzversenyekkel várták az embereket. A vízbefutást követően pedig Kovács Sándor által készített babgulyással vendégelték meg a résztvevőket. Tölt csülök, és még mellé húsos csontot főzünk bele, mert ad neki egy nagyon jó ízt a csontok. Zebegényben dinnyefalással és homokvárépítő versennyel gazdagították a rendezvényt. Összehozta azokat az embereket, akik szeretnek a Dunára járni, tisztelik a Dunát, és az életük része a Duna. Minél közelebb vagyunk a Dunához, annál jobban látjuk a Duna problémáit, és próbálunk azon segíteni, orvosolni. Hát itt gondolok a Dunaparti szemétszedéstől kezdve a bármelyik megmozdulásra, ami itt a Dunaparton történik, az mind összefügg azzal, ami ehhez a programhoz kapcsolódhat. Az Európa szerte egyszerre megtartott nagyugrásra délután 3 órakor került sor. Zebegényben és Kisorosziban közel 50, az ország legnagyobb lélekszámú rendezvényén Dunabogdányban pedig több mint 300-an futottak egyszerre a Duna habjai közé.